San Diego-tól csupán egy órára fekszik Oceanside, Kalifornia nyugodt kis városa, Mac és Kim Henry otthona. Élvezetüket lelik a gyönyörű naplementékben és a békés légkörben, és minden nap hálát is adnak Istennek ezért. Mindig lenyűgöz minket ez az érzés. Minden nap úgy kelünk fel, hogy nem is hiszük el, hogy mindezt élvezhetjük. Nagyszerű az életünk, áldottak és egészségesek vagyunk. Isten nagyon megáldott bennünket, az biztos. Mac és Kim jelenleg számos virágzó cég tulajdonosai. Azonban amikor 30 évvel ezelőtt összeházasodtak, még mindketten küszködtek anyagi téren. 30 éves koromban egy szörnyű válláson mentem keresztül. Sorba kellett állnom ételjegyért, hogy ennyit tudjak adni a gyerekeknek, mivel nem volt munkám, nem volt pénzem sem. Mac ingatlan befektetőként tartotta el 4 gyermekét. A gazdasági válságban padlóra került. Egyik lehetőség sem működött, amivel próbálkoztam. Őszintén, fogalmam sem volt, hogyan fogok megélni. Mac és Kim mindketten keresztények voltak, annak ellenére, hogy küszködtek anyagilag, a tizedfizetést prioritássá tették az életükben. Amikor először elkezdtük, éreztük, hogy Istent kell az első helyre tennünk, és csak utána költeni magunkra, és próbálni kijönni abból, ami maradt. Ez egyszerű akkor, amikor az ember anyagilag áldott, de amikor az ember meg van szorulva, ezt általában az utolsó helyre teszi. Előbb a lakhatásra, ételre és hasonlókra költ, ilyenkor nem az jut az eszébe, hogy Istennek adjon először. De nem kell aggódnunk, ő gondot visel rólunk. Én aggódtam, de hittem, hogy ha nem adjuk fel és folyamatosan próbálkozok, előbb-utóbb előrébb jutunk. Ahogy az ingatlanpiac éledezett, elkezdtek házakat értékesíteni. Meg ahelyett, hogy eltette volna a profitot, Lombard hitelvállalkozást indított. Láttam, hogy a dolgok kezdenek jóra fordulni. Egyik jött a másik után, új lehetőségek nyíltak, amikről álmodni sem mertem volna. Eljutottak odáig, hogy Maui-n is tudtak ingatlanokba fektetni. Minden ingatlan Isten kéznyomát viselte magán. Isten apránként összerakta a képet. Annyira csodálatos. Ahogy a pár sikere nőtt, úgy nőtt az adományuk is. Az egyik adás alatt Isten egyszer csak a szívemre helyezte, hogy duplázzam meg az adományaimat. Így is tettem, és ő egyre többel és többel áldott meg. Mac és Kim vállalkozása a háromszorosára nőtt a kezdetekhez képest. Hiszik, hogy Isten azért áldotta meg őket, mert őt helyezték az első helyre, az életük minden területén. Erősen hiszem, hogy ha az ember engedelmes Istennek, ő meg fogja áldani.